Ezek az amatőr felvételek tavaly nyáron készültek Debrecenben. Ott kijárhattak a menekültek a városba is. Egy videó után szabadultak el az indulatok, törtek, zúztak a menekültek az utcán. Nyírbátorban szinte síri a csend a tábor körül. Itt a külföldiek nem jöhetnek ki az épületből. Úgynevezett menekültügyi őrizetben vannak, mondja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatója. Hogy ebben az objektumban nem szabadon járhatnak, elhetnek a külföldiek, mint egy táborba, hanem itt őrizetben vannak, tehát kvázi fogvatartási körülmények között kerülnek elhelyezésre. Az objektum befogadó kapacitása 132 fő, jelenleg 122-en tartózkodnak az objektumban. Táblázatban foglaltuk össze, hogy honnan érkeztek menekültek a nyírbátori táborba. A legtöbben, 47-en pakisztánok, de nagyobb számban vannak afgánok, tunéziaiak és marokkóiak is. 10 fő híján megtelt a tábor, a kihasználtság 92%-os. A környék utcáiban szerény anyagi körülmények között élő emberek laknak. Ők azt mondják, hiába zárt a tábor, ők sűrűn találkoznak külföldiekkel. Nem örülünk neki, hogy na, hát itt vannak ezek mostan. Félnek egy kicsit attól, hogy ők hát, az hogy, máshogy? Hát itt a helyjel is vannak ott. Ezért, mikor kijönnek egy tejjel is, hát, na, hát itt tejjel is mászkálnak, itt nem tudja, hogy mikor. Az ingatlanok ára lecsökkennek, ők tőlük, hiszen mert félnek az emberek. Varga Zoltán és felesége arra panaszkodik, hogy a nőket inzultálják a menekültek. Nap a, hogy az asszony ment dolgozni, van feleségem, és akkor úgy csokatálták azzal, hogy azt se tudta, hogy merre kerülje ki őket. De viszont én csak azt tudom mondani, honnan jöttek, menjenek oda-vissza. Így igaz. Hisz van nekünk is épp elég bajunk, nem hiányzik még ők is nekünk. Az ember egy kicsit fél. Amikor megy munkába, akkor rámegy, sajnos csinálnak olyanokat, hogy az emberre olyan, mint a szórakoznának. És akkor az ember persze, hogy fél a sötétbe. A regionális igazgató azt mondta, a hivatal minden megtesz azért, hogy a környéken élők ne vegyék észre a mindennapokban a tábor jelenlétét. Van napi rend, van házi rend, ezeknek a betartásával a külföldiek az objektumon belül azért szabadabban mozoghatnak, mint egy normál fogvatartási körülmények között. Szociális munkások vannak bent, akik igyekeznek ugye a szabadidejüket, a napjukat lekötni, illetve az eljárások, eljárási cselekmények is mennek, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy semmi konfliktus, semmi probléma ne történjen, nem is nagyon szokott ilyen előfordulni. A táborban élő külföldiek heteket vagy hónapokat várnak arra, hogy ügyükben döntés szülessen. Ha azt nem fogadják el, a fellebbezés miatt tovább húzódhat az őrizetük.